Aláírás gyűjtésbe kezdett Pécs város vezetése szerdán. Péter Fiatira azt írta, a jelenlegi városvezetés nehéz helyzetbe került, de erről nem a mostani városvezetés tehet a polgármester szerint, hanem még az előző és a kormány. Ideje lenne abba hagyni a politikai performanszt és elkezdeni dolgozni, mondja a városi Fidesz frakció vezetője a közleményre reagálva. Csizmadia Péter szerint a politikai ellenfelek gyalázásán kívül csak arra jutott idejük, hogy pénzt juttassanak a haveroknak. A baloldalnak a haverok az elsők, tehát miközben 100 milliókat tapsolnak el különböző tanácsadókra, úgy egyébként közben a kormányra mutogatnak és onnan várják, hogy a takarékosság jegyében a kormány egészítse ki az önkormányzat működését, holott egyébként ez megtörtént, tehát a számok azt egészen más mutatnak, mint amire Péter Fiatiláig hivatkoznak. Csak a tavalyi évben 5 milliárd forinttal több működési támogatást biztosított a magyar állam a pécsi önkormányzat számára, mint az azt megelőző évben. Valójában azt ismerik be a közleményben, hogy csődközeli helyzetbe hozták a várost, mondja a politikus. Trükkök százait vetik be, szemfényvesztés az aláírásgyűjtés, valószínűleg adatbázis építésre jó az egész, illetve hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy valóban ők azok, akik pazarló gazdálkodást folytatnak, és emellett pedig hanyag gazdálkodást, hiszen milyen jó lett volna ugye az 1 milliárd forint működési költségekre, hogyha Péter Fiatila időben benyújtja a kormány felé a támogatási igényt, akkor tavaly nem 5, hanem 6 milliárd forinttal több működési támogatás érkezhetett volna a városba kormányzat részéről. A frakcióvezető szerint egyfajta feneketlen kút az, ami a baloldali városvezetés gazdálkodását jellemzi. A jó barátokra mindig jut pénz, akik ráadásul érinthetetlenek is, zárta a politikus.